A Borsod Nádasdi elképesztő, vérlázító, felháborító bírói ítéletet követően világossá vált az, hogy foglalkozni kell a magyarországi bírói ítéletekkel. Nem megengedhető az, hogy egy fiatalkorú lány gyilkosát a bíróságról szabadon engedjék, és mindössze 4 évnyi börtönbüntetéssel sújtsák egy 17 éves lány gyilkosát az emberölésért. A Mi Hazánk mozgalom ezért felszólítja Magyarország kormányát, hogy ne hátráljon meg, hiszen látható, hogy a kormány most már a nemzeti konzultáció keretén belül sem akar beszélni arról a kérdésről, hogy a magyarországi bírói ítéletek nem egyeznek meg azzal a teljesen jogos a társadalom részéről áradó igazságérzettel, ami ezekben az esetekben nem 4 éves, hanem mondjuk szibériai börtönkörülmények között 10, 20, 30, 40, 50, 60 életfogytig tartó börtönbüntetéseket, vagy akár a halálbüntetést is indokolná. A Mi Hazánk mozgalom ezért felszólítja a kormányt, hogy dolgozzon ki olyan koncepciót, amely a BTK szigorítására összpontosul és irányul, és csökkentse a bírók mozgásterét, a bírók mérlegelési lehetőségeit, ugyanis jelenleg akár 5-től 15 évig terjedő börtönbüntetés esetén egy 15 éves jogosan elvárható börtönbüntetés helyett akár egy bíró 5 évet is kiszabhat, mi ehelyett sokkal szűkebb mérlegelési lehetőséget szabnánk a bírók számára, és azt is elvárjuk a kormánytól, hogy ellenőrizze és megfelelő módon tiltsa azt, hogy a bírók különböző, akár külföldről pénzelt civil szervezetek által szervezett olyan előadásokon, úgynevezett érzékenyítő tréningeken vegyenek részt, ahol a bűnözők jogait részesítik előnyben az áldozatokéval szemben.